Menhelyről örökbefogadott és még gazdira váró kutyákkal készült a férfi és a női vízilabda válogatott a világbajnokságra. A programon részt vett a nagykanizsai születésű válogatott pólós Bedő Krisztián is. A csapat tagjai agility pályán futottak együtt a négylábúakkal a budapesti Rex kutya otthonban. Az akció célja a felelős állattartás népszerűsítése volt. A négylábúakkal közös edzés úgy tűnik elérte célját, hiszen a női nemzeti csapat történelmi 64-0-ás sikerrel kezdte a tornát a házigazda Dél-Korea ellen. A fiúk ma debütáltak és nyitó meccsükön 24-4-re verték Új-Zélandot.